Köszöntöm nézőinket, Kacián János a vendégem. Üdvözlöm János szeretettel. Én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a riporterek álma lehet ön, hiszen nagyon-nagyon sokrétű az a tevékenység, amit folytat, nagyon sok minden kapcsán megismerhettük már önt, sok érdekes témát hozott ide nekünk a szerkesztőségbe is, ugye kezdhetjük a honismerettől, de én gondolom, hogy a levéltárban eltöltött idők is nagyon-nagyon sok izgalmas élményt tartogatnak. Aztán nem beszélve a jelenről, amikor ugye mondhatom azt, hogy a politika egy bizonyos fajta szintér, vagy legalábbis egy irányító ember mellett dolgozni sem utolsó, és hát ugye gratulálnunk is kell, hiszen a közelmúltban a Város Pro Urbe címét vehette át, úgyhogy sok minden van, de engem itt mindig a kezdetek érdekelnek. Mi volt az a terület, mi volt az a település, amit először kisgyerekként fedezett fel? Előtte hadd mondjak annyit, hogy annyi jót mondott Zita, hogy ezután már csak csalódást okozhatok, de megpróbálok a kérdésére válaszolni. Budapesten születtem, és a Rákosligeten laktunk a háború idején, aztán egy gyors menekülési hullám elsodort bennünket Ausztriába, majd a háború után különböző árvaházakba kerültünk testvéreimmel, mi négyen voltunk, és édesapám 1948-ban Szekszárdon szedett össze bennünket, itt kapott állást. Tehát voltak éppen a legtöbb emlékem Szekszárdhoz kötődik már jó néhány évtizede. Így aztán minden, ami mondhatni, ahogy maga mondta, felfedezés, az már Szekszárdhoz, második szülőhelyemhez kötődik. A szeretett városhoz, amellyel időnként perbe is haragba van az ember, mert annyira szereti, hogy haragszik, ha valami rosszat lát, lelkesedik, hogyha valami jóért lehet valamit tenni. Szóval így vagyunk Szekszárddal. Az iskolákat is akkor már ezek szerint itt Szekszárdon végezte? Igen, Budapesten kezdtem a Rózsák terén, ahol az árvaház volt, annak a földszintje egy általános iskola volt, és aztán Szekszárdon folytattam a Garai téri általános iskolába. És a háború utáni években volt olyan, hogy ilyen elmaradott korosztályok voltak, mint én is. 44-ben kellett volna mennem első elemibe, és a háború miatt kimaradt korosztályok számára akkor volt egy ilyen évfolyampótló iskola megoldás. Hát volt úgy, hogy délelőtt másodikba jártunk, délután harmadikba. Szóval így sikerült behozni a lemaradást a Garai téri általános iskolába. Aztán egy furcsa kanyar következett, mert városi gyerek lévén fogalmam sem volt arról, hogy mi az, hogy gazdálkodás, állattartás, mezőgazdaság, de csak a Palánki mezőgazdasági technikum kínálkozott továbbtanulási lehetőségként, legalábbis akkor ezt mondták, és édesanyám úgy döntött, mert édesapám akkor már nem élt, hogy oda megyek, ahol tanulni lehet, és ez Palánk volt. Így én agronómus is vagyok, mezőgazdasági technikus állattenyésztő szakon, és ennek megfelelően dolgoztam mezőgazdaságban, termelőszövetkezetben is. Ezt nem is gondoltam volna, bevallom őszintén. Én is gyakran elfelejtem, és ennek az az oka, hogy tényleg idegen volt számomra ez az élet, hiszen tehenet közelről is akkor láttam életembe először, amikor az osztálytársaim tolnamegyei falvakból érkezett fiatalok számára ez egészen természetes volt. Csukott szemmel be tudták fogni a lovat, én meg ugyan távolból ismerkedtem ezekkel a dolgokkal. Egyébként, amit mond, hogy nagyvárosi élet, tehát én azt hiszem, hogy akkor elég nehéz helyzetben voltak önök Budapesten. Hogyan emlékszik a kisgyermek a zárvaházi létre? Hogyan emlékszik a háború megpróbáltatásaira? Lehet-e ezt feledni? Nem, sőt, én is úgy jártam, mint sok idősebb ismerősöm, akik, mikor beszélgetünk, elmondják, hogy ahogy múlik felettük az idő, mindig élesebben rajzolódik ki a múlt a gyerekkor,
és így vagyok ezzel én is, eszembe jutnak régi szép emlékek. A Rákosligeten egy nagyon izgalmas, gazdag gyerekkorra emlékszem. A szomszédunk, a Ragályi Elemér ismert világhírű operatőr család volt, Elemér is, a nővére Tekla, és ott volt, ugye mi is négyen voltunk gyerekek, rengeteg gyerek volt, és a mellettünk lévő másik épület pedig egy iskola volt. Tehát állandóan gyerekközösségben voltam, sok rosszaságot is csináltunk, de végül is gazdag volt ez az időszak, ez a 4-5, majdnem 6 éves kor, amikor aztán a háború úgy érintett bennünket, hogy menekülni kellett. A rokonságunk mindenki Budapesten élt, egy ideig nagyszülőknél laktam Budapesten, és aztán, mint említettem, édesapám munkahelye révén pakoltak össze egyszer bennünket, és Ausztriába kerültünk egy kis faluba, és attól kezdve már egészen más emlékeim maradtak, az utazás, a vagonban lakás hetekig, a ládák tetején, egy-egy állomáson való megállás, a fagyoskodás, a fázás, az, hogy nincs ennivaló, hogy marharépa főzelék, hogy nem tudom, hogy mennyire ismerős például a melasz, amit arra használtak, hogy cukor helyett ízesítették a kávét, teát, tehát a már kristályosíthatatlan terméke a cukorgyártásnak. Aztán katonák jöttek, mentek körülöttünk, hol német egyenruhára emlékszem, hol amerikaira, és a többi. És a háború után megint csak az árvaház, ami azért volt kemény, mert ez egy olyan árvaház volt, ahol egyetemi főiskolai hallgató, nagy felnőtt fiatalok is voltak, tehát mi 6-7-8 évesek, mi voltunk a kicsik. És hatalmas hálótermekre emlékszem. A nővérem is ebben az árvaházban volt, a két húgom pedig Bonyhádon volt árvaházban. Tehát nem is nagyon találkoztunk, nagyon el voltunk szeparálva egymástól, még az árvaházon belül is fiúk, lányok. És végül itt Szekszárdon, amikor édesapám összegyűjtötte a családot, ugye hatan voltunk, de nem volt akkora lakás, akkora hely, és ezért egy utcában, egy máshoz közeli két házban volt egy-egy szobánk, és így kezdődött a szekszárdi életünk. Azt kell mondjam, hogy manapság ez már szinte felfoghatatlan, hogy így is lehetett élni, vagy hogy egy kisgyermek így induljon neki az életnek. Persze nekünk felfoghatatlan, mert azért, hogyha az ember körülnéz a világban, akkor bizony még van sok szörnyűség. Na de ugye tovább lépve ott tartottunk, mert már tulajdonképpen ez egy visszautalás volt a gyerekkorra, hogy mezőgazdaság és hát idegen terület. Mikor sikerült ebből a területről, vagy ettől a területtől megszabadulni, hogy így mondjam? 1957-ben, amikor már a gyakornoki időt is volt, egy másfél éves kötelező szakmai gyakorlat, azon is túl voltam. A megszabadulás az most úgy kellene érteni, hogy befejeződött a tanulmányunk, de nem tudtunk elhelyezkedni, mert nem voltak ilyen álláshelyek. Az akkori termelőszövetkezeti szervezések még később indultak, és édesanyám küszködött velünk négy önkkel, nővérem és két húgom még tanultak, és hát a legnagyobb gond az volt, hogy a mindennapi ennivaló, mert nagyon szegényes körülmények között éltünk itt a Széchenyi utcában, az a ház már nem létezik, könyvtár utáni épület volt, ahol most egy bérház van. És ezért Pécsre mentem, ahol bányában dolgoztam, a Széchenyiaknál voltam csillés. Ezen kívül gépkocsi rakodó, vagonrakó, vagon kirakással foglalkoztam, különösen hétvégén, munkaszüneti napokon, mert akkor dupla bért lehetett kapni a vagon kirakásért. És az akkori körülményekhez, jövedelmi viszonyokhoz képest ezzel a munkával nagyon jól kerestem. Akkor már egy felnőtt fiatal voltam, sportoltam, birkóztam abban az időben, tehát fizikailag is voltam annyira erős,
hogy ezeket a munkákat elmertem vállalni. Ettől a munkától hogyan kanyarodott vissza az út mondjuk arra a területre, ami már inkább a szellemiséget adta a fizikai munkahelyet? Ugye a kényszer nagyúr jelen esetben is tapasztalhattuk. Mikor engedhette meg magának mondjuk azt a család, hogy ne kelljen ilyen munkát végeznie önnek, senkinek, hanem lehet egy kicsit a másik irányba is? Igen, mikor már mindenki a saját lábára állt a családban. Ez a 60-as évek eleje, közepe. Akkor tájt 1964-ben kötöttem házasságot, aminek jövőre ünnepeljük a 40. évfordulóját. Szerelem és volt első látásra egy igazi szerelmi történet? Hát részemről bevallhatom. Másik fél majd egyszer elmondja. Turisták voltunk, itt volt egy turisztikai szakosztály és egy bakancsos bál, és ez a bakancsos bál nagyon alkalmas volt arra, hogy megismerkedjünk. Feleségem Hildi akkor került ide Szekszárdra, egyébként ő zalaegerszegi. Nos, visszakanyarodva, egy példát hadd mondjak. Novák József nagyon kedves, tisztelt tanárom volt az egyetemen. Egyébként a háború után Szekszárdon ő volt a Szekszárdi Múzeum igazgatója. És így, mint Szekszárdról jött diákjára, talán különösen figyelt rám. És egyszer azt mondta, hogy milyen érdekes az, hogy felnő a kisgyerek, és aztán megtanul járni, és aztán egész életében egészen jól tud járni. És aztán megtanul beszélni, és aztán egész életében beszél. És aztán az iskolában megtanul olvasni, és nem olvas. Például ti népművelők, mi a véleményetek erről? És tényleg sokan nem olvasnak, vannak képességek, amelyeket elsajátítunk, és utána valamilyen okból elfelejtünk hasznosítani, gyarapítani. És sok más hasonló képesség van, gondoljunk arra, hogy a kisgyerekek milyen örömmel és szépen rajzolnak. Ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek felnőtt korában most el kell kezdenie rajzolni, festegetni, de van egy olyan képessége, ami valahol a vizuális kultúrához, a látáskultúrához közeli. Nos, ez a fajta kíváncsiság hajtott, amikor itt Szekszárdon Lázár Pál tanár úrnak a művésziskolájába iratkoztam be, mert azt gondoltam, hogy van egyfajta rajzkészségem, ami nem volt több, mint egyfajta ügyesség, de nem volt tehetség, viszont sokat adott ismeretekben, dolgok meglátásában, hogy kell körbejárni valamit ahhoz, hogy az ember a saját szemével lássa, hogy az az egy dolog is mennyiféle tud lenni, attól függően, hogy melyik oldalról nézzük. Aztán a zeneiskolába iratkoztam be, mert arra gondoltam, hogy milyen jó lenne megtanulni énekelni, mert valaki azt mondta, hogy jó hangom van. És kijártam az énektanszakot 4 év alatt, énekkar, hangversenyek, szereplés, népdalok, kezdve a műdalokon át az opera áriákig mindenfélét énekeltünk akkor a zeneiskolába. Tehát egy ilyenfajta kulturális életbe csöppentem ennek révén, és az ifjúsági mozgalom volt az, ahol tulajdonképpen megszólítottak, hogy mi lenne, hogyha ott dolgozva a fiatalok körében ilyen kulturális munka szervezésével foglalkoznék. Tulajdonképpen ez volt az, amelyik átirányított egy másik pályára. És ezen a pályán utána hogyan alakultak a dolgok, tehát mi követte egymás után a másikat? Hát el is köteleztem magam ebbe az irányba, amely egyrészt ismeretekben adott sok újat, tanulási lehetőséget kínált fel, és világnézetemet is formálta, amely ma is meghatározó számomra. Ez Szekszárdon ismert, és munka melletti tanulás évei következtek, körülbelül 10 évig főiskolát, egyetemet munka mellett tanultam, de annak minden szépsége mellett azzal a gondjával együtt, hogy közben már cseperedtek gyermekeim, fiam és lányom,
És bizony időnként magamra kellett csukni az ajtót, hogy fel tudja készíteni a vizsgákra, ahelyett, hogy velük tölthettem volna az időmet. Ez volt a hátránya. A szépsége, öröme pedig az, hogy rengeteg olyan könyvvel ismerkedtem meg, rengeteg olyan emberrel, okos emberrel ismerkedtem meg, akikkel valószínűleg egyébként nem, amilyen könyveket valószínűleg egyébként nem olvastam volna el, amely kérdésekre egyébként talán nem kerestem volna, nem kaptam volna választ. Úgy érzi, hogy mindig megvolt a válasz, tehát bárhol is volt, vagy bármit is csinált, vagy bármit is vártak el öntől, azért úgy mindig megtalálta azt, amit keresett? A válasz az mindig adva volt? Nem. Nem olyannyira, hogy a kitüntetés megköszönve is egy ilyen mondattal kezdtem, hogy a dolgok nincsenek készen adva, csak lehetőségként vannak kijelölve, a válasz is ki van jelölve egyfajta lehetőségként, amiért meg kell dolgozni, meg kell küzdeni, hogy az a válasz megszülessen. De odáig el kell tudni jutni, hogy az ember fel tudja tenni a kérdést, és azt jól tegye fel. Az már a gondolkodás első lépcsőfoka, hogy megfogalmazódik maga a kérdés. És aztán előbb vagy utóbb valamilyen válasz megszületik rá, legfeljebb az idő megkérdőjelezi a választ. És azt mondja, hogy volt egy válasz, de az nem az igazi. Mint ahogy az utakkal is így van az ember, elindul valami felé, és a válasz olyan, mint a választás. Most arra a választásra gondolok, hogy mindig valami mellett dönteni kell. Két tárgy, két lehetséges útirány, két lehetséges program, és a többi. Melyiket választom? A válasz is valami ilyesmi. Kínálkoznak alternatívák, lehetséges válaszok, és kiválasztom azt, amelyik számomra leginkább elfogadható. Ebben nyilván befolyásol az út, amelyet az ember a szocializáció során megtett, azok az ismeretek, amelyeket valamilyen módon összegyűjtögetett, az a hitvallás, amit felvállal, és lehet, hogy ez segíti a jó válasz megkeresésében, megtalálásában, de félre is vezetheti. Mondta, hogy 10 kemény év volt, amikor munka mellett kellett tanulni, és hát végezte az egyetemet és mindent mást. Ez a 10 év, tehát mikor érezte azt, és említette a lemondást is, ugye, amit a családtól kellett elvenni, hogy ez a 10 év megtérült. Tehát utána, hogyha a szakmaiságot nézzük, akár a népműveléstől elindulva, mi volt az a pont, vagy mi volt az a pozíció, amikor azt mondta, hogy igen, ezért? Igen, amikor népművelőként a művelődési központban dolgozhattam egy nagyszerű csapatban, majd azt követően a levéltárban, akkor tréfálóztak velem kollégáim, mert népművelők körében volt egy szólásmondás, ami valahogy úgy szólt, hogy hát igen, aki még tudja, az csinálja, aki a népművelést csinálni már nem tudja, az tanítja, és aki már azt sem tudja, az kutatja. Most én ugye a levéltárba kutatóként kerültem, és azt mondhatom, hogy én mind a hármat csinálhattam egyszerre. Tehát az esetemben valahogy visszájára fordult ez a dolog, mert olyan kutatóhelyen dolgoztam, ahol én egyben népművelő is voltam, és abban az időben szintén egy 11 néhány évig pedig tanítottam is. Tehát egyszerre csinálhattam ezt a három dolgot, és ezek kölcsönösen jótékonyan hatottak egymásra. A tanítás lehetősége kötelezővé tette mindig az új ismeretek szerzését, a kutatás ezt felkínálta, a népművelés pedig felkínálta a gyakorlatban való kipróbálási lehetőségeket. És ez a három együtt, ez azt hiszem, hogy így az igazi, és megpróbálom ezt a hármat most is valamilyen módon egyensúlyba megtartani. Mondhatom, hogy igazi lokál patrióta ön, és ezt hát utalt is rá többször a beszélgetés során, hogy a szeretett város
bár sokszor kivívja a haragját, de az is csak azért van, mert a dolgok nem úgy mennek, ahogy ezt az ember elképzelni, és mindig a javát akarja ennek a kis településnek. De én azt hiszem, hogy egyben elmondhatjuk, hogy ön teljesen erre az egy irányra tette az életét, mert én most arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mi a hobbija. De hát butaság lenne megkérdezni, mert nagyjából tudom, hogy ott a honismeret, hogy ott vannak az egyéb kutatások, ami Tolna megye egyes településeire, vagy éppen már kitekintve a megye határokon is túl, ezek foglalják le. Tehát akkor itt nincs a hobbi, itt egyszerűen van valami, ami elrendeltetett. Igen, valami ilyesmi, de azért nagyon szívesen kirándulunk. Aztán van egy szép könyvgyűjteményem, tehát mondjuk az a munka feltétele is, mert hogy mondjam, a munkaeszköz, de hobbi abban az értelemben, hogy egy ilyen tudatos vadászgatása is az érdekességeknek a gyűjteményhez. És a honismeret pedig megint csak egy olyan terület, ahol a könyvtáramban össze kellett, hogy álljon Tolna megye minden településéről valami. Tehát ami megjelent Tolna megye falvairól, városairól, az mind ott sorakozik. Ezen kívül a néhány tízezer cédula, ami a kutatás eredménye, helytörténeti anyagok tömege, és ezzel szeretnék még foglalkozni, amennyit csak lehet. Most az utóbbi időben újságcikkekkel nem tudtam foglalkozni, de azért az év végére elkészül egy elmúlt években lassan megírt munka. Ha minden igaz, akkor megjelenik Szekszárd történelmi képes könyve, amellyel úgy állunk, hogy a lektorált bevezető mellé elkészültek, még napjainkban is készülnek a fényképek. Ezen kívül egy könyvkiadónak érdekes új kiadványainak a lektorálásában, szerkesztésében volt lehetőségem közreműködni. Az egyik ilyen, ami szintén most fog megjelenni a közeljövőben, az több száz évre visszamenőleg Magyarország jeles tudósainak önéletrajzi gyűjteménye kötete, ami önmagában azért tanulságos, mert sok érdekes, izgalmas ember mi mindent írt le önmagáról, és ezek az életrajzok még nem jelentek meg sehol. Félelmetes. János, hogy van erre ideje? Ugye azért beszélnünk kell arról a szerepkörről is, amit most a Tolna megyei önkormányzat elnöki kabinetjében tölt be. Azért gondolom, hogy ez is egy olyan feladat, ami nem arra ad lehetőséget, hogy az ember reggel felkel, és akkor a szenvedélyének él. Hát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy az ember állandóan ezzel foglalkozik, de amikor hozzálátok egy munkához, akkor az kitölti a szabadidőmet, estéket, hétvégeket, és akkor egy előre elképzelt tervprogram alapján nagyjából be is ütemezem, hogy mettől meddig azt a feladatot illik elvégezni. Aztán utána megint lehet, hogy egy szünet következik, mással foglalkozunk, de közben mindig azért marad idő másra is. Többek között ugye a lányom gyermekeire, az unokákra, két kis ikerre, a Lili és Péter, akik harmadik elemisták, 9 évesek és nagyszerű kiránduló társak, beszélgető társak már, játszó társak, egyáltalán társak minden olyan dologban, ami a családban fontos. Fiam időnként tud hazajönni, ő Budapesten él, de azért így együtt, ha ő távol is van, azért egy nagyon intenzív családi életet élünk. János, nem tudom, valahogy ez jutott eszembe, hogy ez egy érdekes dolog, és talán ez lesz majd ennek a műsornak a végszava is, hogy amikor valaki mindig kutat, mindig keres, hát valamit keres, ugye valamit meg akar találni,
És azt gondolom, nagyon jó érzés, amikor valami egybe meg van találva, tehát ez most nagyon csúnyán fogalmazva, idézőjelbe téve, tehát amikor elkészül valami. Jelen esetben ugye ez a könyv is, amit majd említett, de mindig vannak újabbak, mindig van új terület. Meddig lehet ezt csinálni? Mikor jön el a végső elégedettség, amikor valaki azt mondja, hogy na most már nem keresek, nem kutatok tovább? El kell ennek jönnie? Nem tudom, hogy eljön-e ilyen idősebb kollégáim, barátaim, akik hasonló módon kutatással foglalkoznak, illetve szívesen járnak levéltárba. Azok életében nem volt olyan, hogy na most szerdán délután 4 órától én nem fogok kutatni, hanem ameddig el tudott menni a levéltárba, ameddig kezébe tudta venni azt a könyvet, ami érdekelt, ő addig csinálta. Erre van egy példám, Tamásiban látogattam meg Koppány Józsi bácsit, akkor is már 91 néhány éves volt, aki helytörténettel foglalkozott, és a Honismereti Szövetségünknek egy elismerő díját vittem el a lakására. És azt mondta a Koppány Józsi bácsi, hogy most már nem tud lemenni az utcára, mert nehezen jön fel a lépcsőn, de azt mondja, hogy van egy távcsőve, és ott szembe távcsővel jól megfigyelhető az egyik kéményen egy gólyapár. És most ő azt figyeli naponta, hogy akkor a gólya mikor rakja meg, igazítja meg a fészkét, aztán kikelnek a kis gólyák, aztán a napi beosztása, időbeosztása például egy ilyen gólyapárnak hogy néz ki. És Koppány Józsi bácsi, hogy úgy mondjam, kutatta, vizsgálta, leírta egy gólyapár mindennapi életét. Valahol ez is ilyen, és lehet, hogy ez valahol Tamásiban majd egyszer néhány gyereknek egy érdekes dolog lesz elolvasni. Ő mikor elégedett, János? Hát, gyakran. Naponta is. Mert egy dolgot sikerül megcsinálni, találkozik valakivel, aki maga is biztos így van, aki nem csak panaszkodik, hanem azt mondja, hogy jól van, és tervei vannak, és a többi, akkor ez egyfajta elégedettség, mert megerősíti az embert. Egyébként szóval nem egy olyan önmegelégedettség, hogy na most akkor a dolgokat sikerült megcsinálni, hanem itt van például ez a kitüntetés, ami csak az adósságaimat gyarapította, de elégedett vagyok a tekintetben, hogy tudom, hogy ezeket az adósságokat gyarapítva egy sor dolgot ezután már csak ezért is meg kell csinálni, és azt is tudom, hogy erőmhöz, lehetőségemhez képest én meg is fogom csinálni. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, János, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velem a legközelebb is, viszontlátásra.